Sziasztok, ez itt a Hász a Haon Sport Podcastje. Molnár Szirált kollégámmal ülünk itt. Sziasztok. És hát nyilvánvalóan a, a téma nem nem más szerintem, mint, a, mint, ahogy ígértük is, hogyha jól emlékszem, a tegnapi Debreceni, vagy Debrecen Kisvárda mérkőzés. Hát négy lett ugye a mérkőzésnek a végeredménye, de azért nem tűnt annyira mondjuk a 69-70. percbe, hogy, hogy ez ennyire sima lesz a végére. Ugye egy nó volt a félidő, utána egyenített a kisvárda, de majd bővebben belemegyünk ennek a mérkőzésnek az elemzésébe. Igazából az érdekelne először engem, színát, hogy te milyen várakozásokkal vártad, mert nyilván, mint Loki szurkoló, biztos vagy benne, hogy a győzelembe hittél, de azért, amikor mi a kisvárdával játszunk, én egy kicsit szoktam tartani, úgy, mint persze az Újpest azért nagyon mumusunk volt, reméltem már mondhatom így, ugye a múltba, de azért a várda is okozott már szerintem kellemetlen pillanatokat, úgyhogy te hogyan készültél, meg mit vártál? A Estől. Én inkább azért tartottam ettől a ugye hogy kicsit kanyagyunk vissza a múlt egy rapide elni meccsre, hogy utána nagyon, nagyon rossz szápra voltak a játékosok láthatóak lelkileg is. Ahogy így jöttek kifele, és be, beszéltem például ugye Bárány Donáta, látszott rajta, de meg a többiek is nagyon bántja őket az a vereség. És én ettől féltem, hogy képesnek lesznek, képes lesz a szakmai stáb, vagy maguk a játékosok kirángatni magukat ebbe az apátiából, és ráfókuszálni a kisvárai mérkőzésre, hiszen egy győzelem az biztos, hogy jót tett. Jót mm -hmm. tenne, meg Persze. valószínűleg jót is tett a lelkeknek. Úgyhogy én hát emiatt tartottam inkább. Meg nyilván edzőváltáson esett át a kisvárda, de nem lehetett válni nagy változásokat, mint egyébként, hogy láttam, nem is lett. Tehát, hogyha Ugye a Krusis mesternek az volt az egyik felróva úgy kimondva, kimondottan, hogy kevés kevesebb fiatal játszatott. most sem volt több. Mondjuk azért ennyi idő alatt lehet, hogy nem tudott több fiatalnak lehetőséget adni szerintem. Hát, most sem volt sokkal több, én úgy vettem észre, meg nem, de ez nyilván nem a mi dolgunk. Kanyarodjuk vissza a Lokihoz. Igen, az első, fia, a Loki egyébként a csapat próbálta ugyanazt játszani, amit szerintem eddig, tehát nem tértek el, és nem is kell eltérni egy vereség miatt, egy rossz eredmény miatt. Egyébként szerintem attól a játéktól, ami eddig működött, az látszott, hogy a csapat nem volt szerintem annyira friss. Sokan megmaradtak egyébként abból a kezdőből, és bocsánat, hogy közvágok, de ugye mondtad a csapatjátékát, én ugye mondtam neked reggel, hogy szerintem ez nagyon lassú volt, de szerintem itt azért Hát nem túlzok azzal, hogy szerintem nagyon-nagyon rossz hangulat volt amúgy a lelátó meccs előtt, tehát hogy úgy mindenki várt, hogy majd valami történik, de azért még ugyanúgy, mint a játékosokban benne volt a szurkolókban is, nyilván bennem is az, hogy itt azért pár napja kaptunk egy ötöst, és itt a, a lassúságot talán azzal vonnám párhuzamból, hogy mint hogy óvatosabban játszotta volna a saját játékát a Loki, és nekem szemmel ezért tűnt egy kicsit lassúmnak, meg hát nyilván azért az se elhanyagolható, hogy azért a kisvárda ott, volt tudta éppen tördelte a játékot, és gyakorlatilag az első perctől kezdve ők beálltak bunkerbe, és akkor gyertek. Nagyjából ez volt a felfogás. Én is azt, ugye nyilkozt az hogy megpróbáltak minket letámadni. Meg? Én, 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 ebből nem sokat érzékeltem, <laughs> vagy ugye hát, esetek ültem a, a történéseknek, azt is, az is előfordulhat amúgy. Én ebben nem sokat láttam. Hát de a játékosok is, például Nimrod nekem azt mondta, hogy ugyanígy, hogy most te mondtad, hogy próbáltak minket letámadni, de nem fejezte be a mondatot, nyilván senkit nem akart megbántani. Szerintem mondjuk nagyot sem mondott volna, de azért szemmel látok, hogy azért nem biztos, hogy ugyanazon a, hogy mondjam, fordulatszámon pörgött mondjuk a két csapat. Amúgy vissza kell, kicsit vissza kell jönni, amit mondtál a nézőkkel kapcsolatban, Ugye 10 10, 11-12 ezer néző eltűnt, mondjuk nyilván nem volt egy, nem volt egy közönségbarát uh, időpont ez Persze. a 20 fóra, 15 főt. Ez nem 7. rossz az a négyezős nézőszám számára. Persze, szerint. ahhoz képest nem volt egyáltalán rossz. Akik kint voltak, meg ugye ők mindig kint vannak, és szerintem a, a, most inkább az a oldalelátós szurkolókról beszéljük ők. Ők a szívükön viselik. Szerintem őket még mindig bántotta, amúgy az az 5-0. Mármint akik ott voltak, vagy akik ott Igen, akik akkor ott jó. voltak. Tehát ők, ők akkor is kimennek, hogyha most a há, házasok, házas nőtlenek mérkőzés lenne persze. egyébként. De te is ilyen, vagy meg én is, persze. szóval. Igen, hát bőven már kicsit ez már ki, ki, De ki hogy ki. akkor is, az ez a. Én anyja nem, nem bánkódtam már, amúgy persze nyilván akkor bántott, meg bosszantott is de itt nagyon sokan szókló volt szerintem, aki még kicsit magába horrozta ezt. De úgy, ahogy lőttek a gólok végül, akkor ez feloldódott szerencsére. Bár egyébként én hallottam egy kis füttyöt is ott az egy-egy Volt, után. nem is kicsi. Nem is kicsi. Hallott, el, először volt -e ő szerintem nagyjából, vagy talán még egyszer, az, amikor az FTC-től kikaptunk egy hazai pályán, akkor volt talán ilyen ilyen szó. Ez volt emlékeim szerintem a második. Hát az a szólt szerintem. Az Jó, fogjuk látni, hogy az a zöldeknek most igen, a csapat lassabban játszott, ez tény, nyilván fáltabbak is voltak. De az érdekes az, hogy most, most mondhatnánk azt, hogy ugyanez a játék nyilván gyorsabb volt a rapielem, meg mi is próbáltunk gyorsabban játszani, de ott mondjuk egy csúnya vereség, itt meg, itt meg utónégyet. négyet. Hát igen, ez lehet, hogy beáraz ugye egy-két dolgot, és most itt nem a kisvárdáról, nem esetleg akkor az ember egy sebességére gondolsz, mert nyilvánvalóan azért ezt nagyon sokszor évek óta elmondták már, hogy azért, hogyha valaki kimegy nemzetközi kupapon, de tényleg láthattuk egy eladott labda, és egy helyzetből kettőt rúgnak, ugye nemzetközi szinten. Úgyhogy, hát igen, de ettől függetlenül azért tényleg egy négy egyes végeredmény lett, úgyhogy mondjuk én nem tudom én ebbe a kulcsot, most szerintem felesleges belemenni, hogy itt a gólok, hogy szinten, mindenki látta, szerintem a ki, aki fog minket hallgatni. Hát ez egy kizüldészét ki a az volt. Igen, abból a szempontból, én azt mondom, hogy ő egy akkora rugott, hogy én azt hittem, hogy utána viszont Gána lesz. Nyilván megvoltak a helyzetek de valahogy ugye nem jött át, és ezt mondták is ugye a játékosok is, meg Blagojevic is, mester is, hogy ott azért rá kellett volna még rúgni egyet-kettőt, és akkor sima lett volna. Én is így gondoltam, hogy az tényleg egy akkora, azért szokták ezt mondani, hogy egy óriási gólnál, azért nagy gátak is átszakadhatnak. Na most ettől függetlenül egy 11-es volt az, ami, ami átszakított mindent, és hát ott mondjuk Balázsnak, meg Loncsárnak a, a gól örömével szerintem minden benne volt. Hát nyilván ugye Loncsár mindenkinek a felmenőjét ugye üdvözölte kiáltásokba szerintem, ugye a mezét is levette, Kiszakadt belőle sok minden valószínűleg egyébként. Igen, Te de rajta is látszott szerintem tehát szerintem jól játszott, de piszkosul elfáradt szerintem, tehát ő is azért itt a csapat zöme, és most tényleg, hogyha tényleg itt Nimrod, akibe talán nincs annyi játékperc, de most már ő is ugye kettőt végigjátszott, és 20 vagy 25 percet ugye a rapid ellen, azért majdnem ugyanazok voltak. De hát nyilván azért azt is lehet érteni, hogy hogy itt azért három győzelem megkezdtünk a háromból. Bizony, bizony. Most, hogyha jól számolom, akkor... Hát mondjuk most sincsen sok pihenő, bár azért most hétfő és vasárnap azért nyilván barátságosabb ennyit pihenni, esetleg ma egyet, és akkor ugye úgy felkészülni az MTK elleni meccsre, mint az, hogy tényleg egyet halasztottunk, de igazából csütörtök hétfő ritmusban játszottunk. Itt azért nyilván több idő van, és azért szerintem mivel csak, megint csak hazai meccs lesz, és majd nem, a, nem akarok nagyon előre menni, meg nem lebecsülve az MTK-t, de szerintem azért lesznek változtatások, még úgy is, hogy ennyit pihenhet amúgy a, a csapat. De itt a, itt a napi meccsel kapcsolatban nekem még az volt egyébként egy nagyon nagy pozitívum, nem tudom, hogy te hogy láttad, de a, a szlovák belső védős rácunk, Moises nagyon-nagyon jól játszott, nyilván azért rajta is látszódott az, hogy, hogy gyakorlatilag most volt először kezdő, azt hiszem Zete ellen nem volt. Nem, nem, játszott, kérek szépen, a Zete ellen játszott kezdő volt. Igen, na mindegy, de hát hogy akkor is a második mérkőzése volt, tehát nem annyi van a lábában, mint most itt pont reggel ilyen az összes meccset játszott eddig Reskovics. Figyelj, Deskovics, a Lokinak, számomra az ő egyik ilyen egy ilyen néma hőstor, aki, aki ott van, csinálja, igen. ahogy mondod, Hát vézi, azért látványos is most már szerintem, mert most őszintén, hogyha te mondjuk szurkolóként nézen, akkor mondjuk letámadnak minket, kontráznak minket. Kit vársz, hogy kiszere? Ugye egy kusnyír szerintem, mert nagyon-nagyon gyors kettő, meg egy Bödreskovics ott nézem én, hogy na merre van, mert ő majd elintézi. Úgyhogy, de igen, de viszont hogy az elképesztő rajta, viszont a fáradtság jeleit se Láttam meg igazából semmi, úgyhogy ő nagyon-nagyon. Tudom, mi volt az elképesztő, a másik félben volt egy uh, kisvárdai támadás. és uh, be, a, ott a bal, oldalon, a, a bal oldalon a hátul mögé kerültek, és Deszkó ment ki tisztázni, hmm. és birkózott a védővel, és végül estéve rá tudta rúgni a lábára, és uh, fújtak is. ott ült, és akkor így az szöjtötte a két kezét, tehát hogy ez neki egy ilyen, hogy ez nem szöget lett, hanem kirugás, uh -huh. ezt is úgy élte meg, mint mintha nem tudom, majdnem mint lőtt volna. <hül> Tehát az a, annak a fiúnak az e, a hozzáállása, az, az, meg a motiváció szintje, az, az, az érdemel egyébként, és példaértékű. Hát ezért tartok egyébként attól, hogy hogy nem sokáig fog itt játszani, egyébként közben időközben beívták ugye a loncsárt a Montenegrói vállalatot, a, a Dreskovicsot megint nem, ami, ami számomra amúgy elképesztő, hogy ugye, hogyha visszaemlékszünk, megnéztük még azt hiszem júniusban a Montenegróiak keretét, hát na mindegy, nem megbántva őket, de szerintem simán elférne, ha más nem, akkor a padra. Én okay. ezt úgy látom, mert nem hiszem el, hogy mondjuk, ezt tényleg, mi nem hiszem, hogy elfogultak vagyunk azzal, hogy az NBA egy egyik legjobb védője, Úgyhogy, és amúgy nyilván most a Montenegrói válogatott is amúgy egy jó csapat, de, de azért mondjuk egy szutyecká, egy niksicses védő azért lehet, hogy mondjuk még a DVSC alatt van, én ezt így látom, úgyhogy... Szerintem itt arról van szó, hogy az MB 1 még mindig nem jegyzik annyira. Külfődől. Hát jó, de azért azt ők is láthatják, hogy ha más nem, akkor a Ferencváros ötödik éve lesz ott szerintem már ugye nemzetközi kupaporon csoport körébe. Úgyhogy... Nyilván a magyar válogatott is jó emléket hát, tudott felmutatni. Ugye, amit hát ez a... egy gyorsan kimentetted a fradis példát, vagy hallom. <laughs> igen, inkább legyen inkább ez. De igen, én is odálkozom. Tehát szerintem, hogyha megint megkapnál lehetőséget, akkor a bőkerde biztos, hogy benne lenne. Mert szerintem is megérdemelni. De hát akkor mondjuk így, hogy mondta, hogy nagyon jó helyzetben van, hogyha egy ilyen, ilyen védőt még be se hívnak a hát, már, egy ideje már Egy ideje már, ugye, pihentetik, mert már volt válogatott. Igen Igen, igen, igen. És ideje párkolópályán van. Rem, reméljük, hogy majd előbb ez nem lesz. Hát néz én... csapat szempontból nyilván jó, hogy nem kap plusz terhelést, már mint a Lokinak, de azért nyilván egyéni célokat tekintve ő nem azt tartja szerintem szem előtt, nyilván minél többet szeretné játszani. Na, valaki, én majd kíváncsi, hogy Rossi Mester például a megyelébe hívja -e. Hát számomra egy én, én rossz mesternek bármilyen döntés az, tehát tényleg, hogyha mondjuk teszem azt, <laughs> Tibuszt feltenné jobb szélsőbe, én azt se kérdőjelezném meg, mert mondjuk már vele úgy vagyok rosszival, mint mondjuk vagyok a Lokiba Blagojevicsel, meg vagyok mondjuk az Árzenába Ártétával, hogy mindent elhiszem neki, de tényleg mindent. Úgyhogy Viszont ez az egy amúgy nagyon-nagyon meglepne, hogyha most szerintem Gulácsi még csak elkezdte az edzéseket, tehát ő szerintem nem lesz, hogyha Dibusz, Szappanos, meg Demjén ugye szokott mostanában lenni, hát hogyha nem hívná be Megyerit, én, én számomra ez, 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 nem tudom. Én képességben szerintem amúgy a legjobb kapus az 1 ben mert ugye sokan felrólják, biztos te is tudod Dibusznak, hogy persze vonalon nagyon-nagyon jó lábbal is jó szerintem, de beadásokra nem jön ki. És szerintem egyébként Megyeri egyéni képességet tekintve amúgy jobb kapus, mint Dibusz, de most nyilván nem fogja Rossi mester se, mondjuk, hogyha ő először válogatja be a válogatott, akkor már kezdőbe betenni, és akkor onnantól kezdve ő a második számú kapus, bár ez más téma mondjuk Érdekes, hogy éppen Gulácsi vagy Dibusz lesz akkor mostantól az első számú. Azért én is azt, hogy ha, ha, ha visszanyeri a formáját Gulácsi, akkor szerintem ő tér vissza a kapuban, de most ez egy másik téma. De azt az egy döntését nem tudnám igazából megérteni, hogyha nem hívná be Megyerit, mert eddig mindig volt mire fognunk, ugye, hogy a, a Fradi ellen, hogy Fradi után már ugye válogatott volt, megsérült, ugye a hordágyon vitték le, mindig volt valami baj a szegény Megyerinek. De de ezt nem érteném. A másik, meg én Kusnyinak is nagyon örülnék, de most ő se játszott, tehát nem tudom, pedig ő megint olyan teljesítmény rakott le szerintem az asztalra, ami egy bőkeretbe. Én úgy látom, hogy elégnek kéne, hogy legyen. Hát én úgy tudom, hogy Megyrét már szerette volna meghívni a mester egyébként, csak igen, mindig közbőt, és ő múgy Kusnyir is ott van a eszében, tehát... Hát helyes, helyes. Még az nem jelenti azt hogy egyébként, hogy majd olvasni fogjuk, mint bármelyik nevét is, de én tudom, hogy a a ott vannak, tehát nekem ilyen információim vannak. Úgy, kazak oldalról? Igen, kazakod, <laughs> Hát jó, akkor szerintem ennyit így a, a tegnapi meccsről, amit tényleg nyertünk, és talán ez a legjobb lezárás, hogy mi is beszéltük, hogy, hogy nyertünk, és akkor innentől kezdve lehet megint tovább építeni azt, amit elkezdtünk. Ugye mondtad, hogy jön az MTK. Igen mert Krisztián két gólnál ugye őt, őt, azért egy éven keresztül figyelhettük mi is. Én szerettem. Mindenki tudja, mindenki magyar szintén nagyon jó képességű játékos. Kérdés az, persze már a dinamikáját elveszítette az életkora miatt, ez semmi gond is, de ugyanúgy figyelni kell rá. Biztos vagyok benne egyébként, hogy azért mozorok benne egy pici, hogy azért megmutassa a debeceni közönségnek, meg a debeceni csapatnak, hogy azért őt még nem lehet leírni. Hát nem, de én úgy, nem, nem úgy tudom, hogy nem a Loki küldte el, hanem nem, közös nem, megegyezéssel nem. szerződés. gondoltak. Tehát, hogy az biztos szerintem, hogy ilyen fricska, vagy, vagy ilyesmi nincs benne szerintem, mert annyit nem töltött akkor itt. Akkor mondjuk egészséges bizonyítási válnak. Hát de az meg mindenkibe igazad van. Attól függetlenül nyilván, ahogy mondod, oda kell rá figyelni, mert egyébként én nagyon örültem neki, amikor itt volt. Persze nem rúgott sok volt, azt hiszem egyet vagy kettőt talán, meg egyszer kiállították, az kifejezetten tetszett. Tehát, hogy labda sehol, és akkor csak láttam, hogy villan a piros, ott örökre a szívembe zártam. De, de, de én még mindig egy nagyon jó csatárnak tartom, meg hát ugye ott van a másik is. Puskás Díjas játékos ugye az mtk ban Zsóri Dániel. Aki... A professzor a Zsóri Dániel. Igen, igen, akit egyébként én szerintem lehet azon kevesek egyike vagyok, aki amúgy ugyanúgy jó futballistának tartja, vagy tartom, de hát nyilván azóta azért elég magasra tette a lécet szerintem azzal a tanálattal, mindenki vele párosítja, stb. stb. Azért nyilván nem véletlen, hogy már sokadik csapatnál nem jött neki úgy kielépésben, most az MTK-ba játszogat is. És Játszik és szerintem amúgy rá is oda kell nyilván figyelni, mert hogyha esetleg én azt mondtam németbe, hogy benne aztán nincsen, Zsóriba biztos, biztos hogy Biztos, hogy, Daniba biztos, hogy okay, lesz hogy, egyet, hogy, hogy ő ment el, tehát ő igazolt el ugye még annó a Molfehérvár videótól, nem tudom éppen, hogy nevezzem, Székesfehérvári együtteshez de ő egy olyan típusú játékos, és személyesen is ismerem, aki tényleg minden, most nem fog csúnyát, hogy ki kelljen de fel tudja magát húzni. Tehát, ha mondjuk teszem azt az első percben, valaki a nézőtérről beszól neki valamit, képes úgy felhúzni magát, hogy az jó hatással legyen, a másik eset meg nyilván az, hogy kiállítják. Úgyhogy szerintem azért rá oda kell figyelni. Feltétlenül. Neki nyilván lehet, hogy nem biztos, hogy jó tett ez a puskás gól egyébként az ő karrierének így rövid távon de nem lenne, én is őnek egyébként, hogy ne elnünk játszon jól, de amúgy játszon jól, mert minden Mi fiatal. És... Persze, fiatal, minden egyes jó csatára szükség van a magyar labdarúgásnak. Tehát, ha meg sokan mondják... Hát Megállású meg is, tehát... Meg itt... Sokan mondják, hogy nagyon sok van benne, úgyhogy én ja. Örülnék, hogyha kihozna ezt magába, csak ne a Loki ellen. Tehát, ha ennyit lehet, Dani, ennyit kérhetünk, hogy ne a Loki ellen. Utána rúghatsz 25 gólt Így. is felülem, tehát... Ugye ez is hazai mérkőzés, ezt hangsúlyozzuk. Milyenképp ami ezt, igen, azért, azért, igen, már ezen így kikacagtuk magunkat. azért érdekes, mert hogyha kicsit... Nem én dolgozok így ez van, ennyi. pontosan. Meg a kicsit kitekintünk, hogy az MTK után a kecskemét meccske, ez ugyancsak itthon lesz. Tehát azt jelenti, hogy az első fordulóból ötször ide, itthon játszunk, a pakselni meccset meg ugye elhalasztották. Ugye úgy jött ki az öt, hogy a kisváramesnek felcseréltük a pálvászójogát. úgyhogy ezeket be kéne húzni, mert utána egyébként jön egy, ö, jön egy ö, diózsiai elné idegenbeli mérkőzés, fogadjuk az Újpestet, megyünk a Ferencvároshoz, jön a Fehérvár, majd a Puskás akadémia vendégei leszünk. Hát, hogyha már koroszitányit idéztük, akkor most is mondhatjuk, hogy ízi. Szerintem. Easy. Ugye viszont a második eleje az nem, nagyon nem lesz easy, amikor majd a DVS-ét nem is látjuk gyakorlatilag kb. két hónapig Debrecenbe egy meccs kivételével. Igen, egyébként ebből gondolni, mert most nyilván tök jó, ugye, hogy, hogy hétről hétre mehetünk ki a stadionba, de még, azért az biztos nagyon full lesz, hogy hát meccs van, de ja, hogy hát akkor nem tudunk menni, értem. Mondjuk hát a Csabiékat megkérjük, lehet, hogy a sajtóval leülünk, és akkor egy kisebb kivetítő megtekintjük a vagy de... kimegyünk az idegemberi mérkőzésre, még ez egy más, ez is egy lehetőség. A Ferencváros ellen már most elkezdhetjük szerintem mondani, hogy kötelező minden debreceni futballszeretőnek ott lenni. Hát egyelőre így van, de egy olyan ki a szókók az MTK ellen, mert szerintem ez a csapat egyébként megérdemli. Igen, és az időpont is jó szerintem, fél négy, azért Vasárnap szerintem teljesen a vasárnapi jó. Vasárnapi ebédet akkor az ember már kicsit már feldolgozta magába. Lekísérte, le, le így van. van Úgyhogy reméljük, hogy jó futballidő lesz, ugye ez ez mindig kérdéses, hogy ki vagy nem fogjuk. Most remélem, hogy nem lesz 38 fok egyébként, mert az, az kegyetlen lenne Há mindenkinek. De nap is volt szünet egyébként, az volt a, a durva. Hogy hát az én csodálkoztam. Hát de miért 30 fok, vagy 28-28 fok? Jó, volt de azért már nem tűzött a nap a pályára. Mindegy. Én, én csodálkoztam be valami őszintén. Hát de te is itt hogy Ajaj, köszönöm. igen, így van, előfordul. Igen, én, 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 én több is beiktattam a, a, mérkőzésre. De nem állítottad meg a játékot. Nem, ezt, nem. Ezt. nem, igyekeztem pedig megállítani a játékot, de nem. Tehát igen, valóban jogos visszaszívtam. hát akkor igaz, mert ezért nem láttad a kisvárdai a támadásokat, mert pont többit tettél. Persze, persze, pont valószínűleg akkor éppen sorba álltam. Nem. és nem. már végeztél? Igen. Csak azért, mert elég nagy szokott lenni a show. Az volt a szerencsém, hogy ott felül, ott, ahol én, ahol mi ja. ültünk, ott, ott van egy, van kéne a folyosón is egy igen. Igen, ilyen, ilyen italmérő pult, és ott egyébként a, ott két fiatalember ember volt, akik szerintem járatosak, meg, meg, átérezték a szomjas embereknek a, ezt a életérzését, és ők, ők gondoskodtak róla, hogy gyorsan menjen, meg itt, ott már volt előkészítve is, úgyhogy... Ez olyan, ez olyan, mint a Lifehack a Puskás arénában, ezt nem tudom ki fogja éppen hallgatni, de ezt elmondom, csak ne nagyon terjedjen el, hogy ott szokott az lenni, hogy a, az első két emeleten, inkább az elsőn, tehát ilyen kilométeres sor gyakorlatilag a beléptető kapunál, ahogy belépsz, már te sorba állsz a büfénél, és még a 2021-es hazai rendezésű n de ugye mi legfelülültünk, mert már ugye csak oda volt jegy, és így felmentünk, ugye óra, nem is 60-65 ezer ember volt. Áll mondom, pont Oliver kollégámkal ültünk, hát mondom, itt nem iszunk semmit, felmentünk, a mi karéjunkba senki nem volt többi félve. És ugye még a trofocisok fél időben, a magyar-francia is fél idejében kérték Facebookra, hogy a legnagyobb lifehack, kettős pont, menjetek fel a legfelső karéba, de ez annyira nem jutott el az emberekhez, hogy ez jó tanács neked is hát, hogyha esetleg nézőként mész és innál valamit, igaz, hogy két percet többet kell sétálni, de nem azt 45 percet majd sorba, úgyhogy, akkor hát így képzeltem, mert egy kicsit ugye 60, 61 ezer néző távol létében azt a kiszolgálásodat. A, vagy tehát. a másik az, hogy ráér az ajtó beállatra, tudod, hogy ez így, ez így, le van zárva, és mindenki megy, marad, és akkor ott egyedül felmész a haverokkal, fenn meg nem jön senki, és nekinek ezt nem kell. Hát igen, a pénzak az egy másik kérdés, úgyhogy. Na de hát én úgy gondolom, hogy kibeszéltünk mindent, itt egy kicsit poénosra és fogtuk a végét, nyilván azért lehet, hogy amilyen komolyan most mi kezdtük, bennünk is talán felszabadult egy gát, mint szurkolóba, hogy akkor csak sikerült nyerni. Viszont hát bízunk benne, hogy, hogy jövő vagy bocsánat, milyen jövő hét, hát már annyi meccset játszunk, szóval vasárnap is győzelem, és akkor négy per 4, nem is emlékszem, hogy mikor volt ilyen utoljára, hogy lett volna egyáltalán, hogy a Loki négy győzelemmel kezdje a szezont, úgyhogy majd ennek utána nézzünk, és akkor jövő héten. Már úgy tudom, hogy Attilával, majd akkor Szilárdék, vagy Szilárd és Attila kibeszéli ezt. Úgyhogy köszönjük szépen, hogy velünk voltatok, jövő héten majd találkozunk. Sziasztok! Sziasztok!